Nagy sikert arattak a magyar csíkósok egy marokkói lovasversenyen, még a király testvére is gratulált a puszta ötöshöz. Mutatjuk mi is. A díszlövések a marokkói El Jadidában rendezett Salon de Cheval kezdetét jelzik. A világ egyik legrangosabb tradicionális lovasversenyén 30 ország több mint 1000 lovasa mutatja be lovastudását. Marokkóban hatalmas hagyománya van a lovas kultúrának, az emberek évszázadok óta együtt élnek a lovakkal. Itt ezen a rendezvényen nem csak ünnepeljük a lovakat, hanem népszerűsítjük a teljes lovas kultúrát is, mondta a királyság mezőgazdasági minisztere. Az 1000 lovas közt ezúttal magyarok is voltak, a hortobágyi csikósok mutatták meg a világnak lovas tudományukat. Közte persze a puszta ötöst is, ami a marokkói nézőket, köztük a király testvérét is lenyűgözte. Hosszú ideig szervezkedtünk azon, hogy ez létre tudjon jönni. Rengeteg akarat, rengeteg alázat kellett ahhoz, hogy másfél év alatt ide jussunk, és örülök annak, és büszke vagyok arra, hogy Magyarország újra jelen lehet ezen a hatalmas nagyszabású eseményen, hisz régen nem volt itt már magyar csapat, utoljára 2009-ben láttak itt magyarokat. A magyarok nem jöttek üres kézzel, egy 7 hónapos telivér csikót hoztak ajándékba a marokkói királyi ménesbe.